Legutóbb stábunkkal a Farkas erdőben jártunk, és madárgyűrűzésnek voltunk a szemtanúi. Éppen egy ovis csoportnak tartottak bemutatót a szakemberek, ahol a picik megfoghatták a kezükbe az apró madarakat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1974-ben jött létre. Fennállásuk 40. évfordulója alkalmával számos programmal várják az érdeklődőket országszerte. Lesz például Gólya Roadshow is, de emellett a rendszeres foglalkozások is folytatódnak, úgy, mint a madárgyűrűzési bemutató. Ehhez először is be kell fogni a madarakat. A gyűrűzés célja, hogy az Egyesület fontos információkat gyűjtsön be a madarakról, mint például a vonulásokról vagy az életmódjukról. Hát most, amit idáig sikerült fogni, ezek a leggyakoribbak, ez a széncinege, kékcinege, mellette sikerült egy zöldikét is, ami egy picit izgalmasabb, mert kicsit talán ritkább is ezen az élőhelyen, mint az előző két faj. De ezekről igazából nagyon sok mindent tudunk, mert rengeteg, tehát több százer egyedet gyűrűztek szerintem az összes fajból, ebből háromból. Itt leginkább a bemutatás célja a lényeges a gyerekeknek. Kinyitjuk a zsákot, és megnézzük, hogy mit rejt. Belenyúlok, megpróbálom megfogni őt, csak úgy ő szokik. Most megfogtam, átfogom, hogy ti is jól meg tudjátok nézni. És így néz ki. És ez a gyűrű, ez félig nyitott. A madárnak a bal lábára föl fogom tenni, majd még fogok mutatni többet is. Félig nyitott a gyűrű, ezt leteszem a lábára, de ez még leesik. Egy picit kézzel meg tudom nyomni annyira, hogy ne essen le. Most fogok egy fogót elővenni hozzá. Egy olyan méretűt, ami nekünk kell. Ez való a kis énekes madarakhoz. És a második legkisebb lyukkal fogom összezárni. Ekkor a madárnak semmi baja nem lesz, a fogót összeszorítom, a madár lába az mozog, forog, pedig a fogót szorítom, ezért nem tud megsérülni. A gyűrű is mozog a madár lábán, elforog olyan, mint nekünk egy karóra, nem zavarja a madarat. Jaj, de szép. Nagyon szép. Úgy. Hirtelen megfordítjuk a madarat, és a saját testsúlya a hátán van a maga szárnyain, akkor azt hiszi, hogy még fogjuk. Így, és most fújd meg jó erősen, és el fog repülni. Azaz! Ám az Egyesület sok mással is foglalkozik a madárgyűrűzésen kívül. Legutóbb például egy fiatal gólyát találtak, aki egy kései fióka volt. Még augusztusban is a fészekben maradt, ezzel ő volt Nógrád megyében az egyetlen gólya, aki még nem indult el Afrikába. Az MML csapata érdeklődve figyelte, mi lesz a kis gólyával. Akkor még nem sejtették, hogy a madárral sokkal nagyobb baj fog történni annál, mint hogy még a hazánkban marad. A gólyát ugyanis elütötte egy mozdony. Hogy milyen következményei lettek a gázolásnak, és képes lesz-e még repülni, kiderül a következő részből.